Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészlánya, dr. Bánfi Eszter Kuzsinszky Bálint emlékérmes régésszel beszélget kedden Kellár F. János Imánuel a Csevei Imánuel esten. A művészetmalomban sok érdekességet hallhat a közönség. A régészet összefüggései a kultúrával, vallással nem mindennapi megközelítésbe hozzák ezt a különleges hivatást. Az volt nekem a legfontosabb megfogalmazásom, hogy egy olyan ingyenes műsort csinálják, ahol mindenkinek lehetősége van ezekkel a nagyszerű alkotó emberekkel találkozni, főleg kulturális művészeti területekről hívok meg vendégeket, bár hát azért a tudomány is egy kicsit megjelent, tavaly volt egy fantasztikus csillagász professzor vendégem, most pedig hát egy régész vendégem lesz, de mind a kettő esetében én azt azért hangsúlyoztam, hogy ez messze nem nyers tudomány csak, nagyon is szerves része a kultúrának, és hogy hány ponton is csatlakozik, az azért most is ki fog derülni. 2010 óta csinálom tehát ezt, most már jó pár éve, és hát remélem, hogy mindenkinek nagyon nagy örömet okozok ezzel. Dr. Bánfi Eszter lesz a április 18-ai vendégem, ez a művészetmalomban lesz 18 órakor ez a beszélgetés. Nagyon régi vágyam volt a Bánfi Esztert is meghívni, ő évek óta Németországban él és tanít, de most sikerült rávenni, hogy ellátogasson a Csevei Imánuelbe. Ő egy régész egyetemi oktató, de hát nagyon-nagyon izgalmas ez a téma. Ezt majdnem úgy mondtam, hogy ennek ellenére, hogy ő régész, mert találkoztam olyan véleményem, hogy egy kicsit olyan nyersebb dolog, aki mondjuk nem annyira érdeklődik. Én viszont hát sok előadását volt szerencsém meghallgatni, és hát most is pár napja beszéltünk, és mondtam neki, hogy bizony azt érzi az ember, legalábbis én, hogy de kár, hogy nem régész lettem, mert annyira fel tud villanyozni, amikor hallgatom őt. Szóval egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz, és hát az ő személye azért a szakmán belül egy nagyon-nagyon elismert és nagyon foglalkoztatott tudósról van szó. És akkor hát azért ez egy plusz faktor, hogy a legendás Bánfi Gyuri bácsi lányáról van szó. Őt is volt szerencsém ismerni, találkozni is vele, és hogy van még egy közös pont Bánfi Gyuri bácsihez köztem, de erről csak ott személyesen szeretnék, mert előre Eszter se tud, úgyhogy ez egy ilyen kis meglepetés lesz ott az este. Mindig próbálok megtartani egy olyan faktort, hogy legyen egy ilyen interaktív része is a beszélgetésnek. Ez nyilván egyébként mindig változik, tehát nincs ilyen kőbevésett működés politikánk. Ez nagyon függ a vendégemtől is, meg attól függ, hogy mégis hol van ez megrendezésre, tehát hol kerül megrendezésre. Mindenképp ennél a témánál szerintem abszolút adja magát, hogy ha vannak kérdések, akkor azt föl tudja tenni a közönség is. Több mint 10 éve volt az első Csevei beszélgetés, akkor még havi rendszerességgel. Az elmúlt időszakban a beszélgetés sorozatot már nem csak Szentendrén nézhette, hallhatta a közönség, hanem más településeken is. Volt alkalom, amikor az Ördögkatlan Fesztivál részeként rendezték meg. Néhány hét különbséggel két Cseveit is láthat a közönség Szentendrén. Hosszas egyeztetés után Bereményi Géza, Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth, József Attila és Balázs Béla díjas író is vendége lesz a sorozatnak. Bereményi Gézát is nagyon régóta szerettem volna elcsalni ide Szentendrére. Volt arról is tavaly szó, hogy esetleg Debrecenbe tudnánk tartani egy ilyen beszélgetést, de hát nekem egy ilyen nagyon fontos pont, hogy amit tudok, azt Szentendrére hozzak, és azért a Csevei Imánuel itt valósuljon meg. Úgyhogy Bereményi Géza érkezik május 2-án, ez a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban lesz, ugyanúgy 18 órai kezdettel, természetesen ugyanúgy ingyenes belépéssel, erre is mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és hát ez is egy nagyon, nagyon izgalmas beszélgetésnek ígérkezik, már csak a vendégem személye miatt is. Van egy e-mail címünk, ez a cheveiimmanuel@gmail.com. Ez a honlapon is elérhető, meg az összes meghívón is rajta van. Hogyha erre valaki ír egy e-mailt, hogy egy fő, két fő, akkor én azt minden esetben visszaigazolom, és onnan tudhatja, hogy
hogy a regisztráció érvényes, de hogyha valaki telefonon fölhív, ez is a honlapon is elérhető, vagy bármilyen felületen, akkor telefonon is lehet regisztrálni, vagy bármilyen úton, hogyha leszólító a piacon például engem, akkor én ott is tudom érvényesíteni ezt a regisztrációt. Az, hogy miből él az est, azt igazából 2010 óta én finanszírozom, és én valósítom meg ennek a feltételeit. Nagyon sok olyan segítőm van, akinek nagyon sokat köszönhetek. Például az operatőrömtől kezdve nagyon sokáig volt egy állandó fotósunk, ők mind ingyenesen végezték ezt a munkát. És hát nagyon fontos munka volt azzal, hogy jelen legyünk. Akár a plakettkészítőt említhetném, az, aki az ajándékot biztosítja. És hát ez azért mindig egy ilyen közösségi munka volt. Én így is tervezem a jövőben is, de ez az ingyenesség, ez nagyon fontos volt. Tehát én a kezdetektől ehhez ragaszkodtam. Nyilván azért kihívásokkal teli volt ez az út, de hát erre nagyon büszke vagyok, hogy ez a mai napig ingyenes. És hát az, hogy karitatív, ugye volt egy oltalom nevű kezdeményezésünk. Most egy kicsit az azért alakult át, mert most már egy jóra való törekvés alapítványt vezetek, ezt a Törőcsik Marival hoztam létre. Ez pedig arról szólt, hogy tulajdonképpen a Csevei Immanuelen belül minden évben bemutattunk egy egyesületet, alapítványt, őket támogattuk, a civil szférát is be tudtuk vonni, volt, hogy nagyon sokan csatlakoztak ehhez, illetve hát minden karácsonykor én szerveztem 8 éven keresztül egy Csevei karácsonyi gálaműsort. Itt kórusok, színészek, előadók, zenészek léptek föl, és ennek a teljes adományát is jótékonyságra fordítottuk. Hosszas, akár több éves egyeztetés előz meg egy-egy estet, amik sokaknak jelentenek fontos emlékeket. Annak érdekében, hogy képekben is megmaradjon egy-egy pillanat, hobbifotóst keres a sorozat szervezője, alapítója Kellár F. János Immanuel. Április 18-án a Művészetmalomban dr. Bánfi Eszter Kuzsinszky Bálint emlékérmes régész lesz Kellár F. János Immanuel vendége a Csevei Immanuel sorozatban.